amikor a természetnek a legnagyobb szüksége lenne rá, hogy ragd a szemekét. Ne aggódj, Zöldfa, amíg itt vagyok, nem tehetjük tönkre ezt a helyet. Drága Zöldfa, te annyi mindent láttál már. Túléltél sok-sok évtizedet, otthont az ezredi élőlének, és mégsem becsülnek meg. De ne aggódj, én becsüllek, mert a barátom vagy, és meg foglak védeni. Anyáska! Mi volt ez? Anyáska! Ki szólít? Én vagyok! Akárki is az jöjjön elő! De itt vagyok! Nem látlak! Ezzel a gamlombos formán, ezzel a gyökerem talajt fog! Te vagy az? Én! Tehát a fák nem tudnak beszélni. Beszélni nem, de hallani hangjukat igen. Ez lehetetlen, biztos, hogy megbolondultam. Csak az van minket, aki igazán szeret. Mit akarsz tőlem? Válaszokat! Válaszokat? Tőlem? De én nem tudok semmit. Nem értem az embereket. Na, azt mondjuk én sem. Őrült ez a világ. Iszonyat sokan vagyunk. De mindenki csak magára gondol. Mindenki csak a saját érdekeit nézi. Nem látom a jövőt. A jövő itt van előttünk, és sosem ér véget. Azt mondják a nagyokosok, hogy 10 év múlva nem lesz elég élelem. Hogy kiszáradnak a tavak és a folyók, hogy elolvadnak a gleccserek és kihalnak az állatok. Én 150 évet születtem, és életekoromban alig találkoztam emberekkel, ameddig csak a szem ellátott, mezők és erdők borították a tájat. Aztán, hogy telt az idő, láttam őket építeni, rombolni, születni és meghalni. De sosem értettem, mit keresnek, mi a céljuk. A célunk az, hogy... Hát, nem tudom pontosan, de nagyon szeretném megtudni, mert ez az egész elszomorít. De szomorít, hogy minden élőlénynek megvan a maga célja, az embernek is biztos van. Csak olyanok jutnak eszembe, hogy szeretni egymást, meg alkotni valamit, ami maradandó. De ezek olyan elcsépelt dolgok. Mit az, hogy kérdezek, te pedig válaszolsz nekem? Állok elébe, de előre szólok, nem tudom mindenre a választ. Az első kérdésem, mit jelent embernek lenni? Embernek lenni. Hát, megszületünk, tanulunk, és amit tanulunk, befektetjük, hogy szép életünk legyen. Aztán meghalunk. És te mit tanultál? És ki volt? Először a szüleinktől tanulunk. Pici babakorunkban megtanulunk enni, inni, járni, beszélni, és az élet alapszabályait. És te mit tanultál? Nekem a legelső emlékem, hogy anyukám egyedül hagyott az óvodában.
az önállóság fogalmát. Szerintem egy embernek nagyon fontos, hogy egyedül is képes legyen létezni. Aztán elkezdtem megtanulni, hogy vannak úgymond szabályok, amiket be kell tartani. Ne vehetek akármikor, a kicsi helye a WC-ben van, hidegben fel kell lövetőzni, vagy a játékokat vissza kell pakolni a helyükre, ha már nem kellene. De a legfontosabb, megtanultam, mit jelent a van és a nincs fogalom. Azért tudom, hogy megkapja a kakaót, ideges. Azért tudom, hogy megkapja a kakaót, ideges. Én
a nyuszikról beszélni? Akkor keres valaki más! Mi nem beszélünk veled! Ez itt a nyuszi csoport nyuszi lányoknak! Látod azt, hogy én vagyok a nyuszi ember, és ti vagyok a nyuszi gyerekek? Jó! Anya, nézd, ott egy béka! Az nem béka, te buta, hanem egy poloska. Azon a takarít, hogy ilyen házba a bevülés? Nekem anyukám mindig kézzel fogja meg, és kidobja az apukam. Nekem anyukám csak annyit mond, hogy fúj, és apukám már intézi is. Akkor meg nem szabad. Mi a baj, ajlácska? Miért vagy szomorú? Nem vagyok szomorú. Akkor mit keresnek az alapozott kádban ezek a könyvek? Talán eltévedtek? Az nem tudom. Van egy meglepetésem. Mi az? Hallottam, szereted a nyuszikat. Igen, de látok azt mondani, hogy nincs nyuszik, ami nem lesz. Velük nem, de velem igen. Ezt a nyuszit gubancnak hívják, és már nagyon várt, hogy találkoztassatok. Gubanc? Igen, azért hívnak gubancnak, mert mindig bajba keveredek, és kell egy gazdi, aki majd kihúz a gubancból. Arra nyus vagyok, nem? De, játszunk vele? El kell vinni a kozmetikába. Hát igen, már eléggé hosszú a bundám. Tiszta fagyi lettél! Na, ez nem kellett! Hogy és kérdezik!
kézzel vagyok. És hol van a szóriz? Hát, az ott a másik iskolába jár, és sajnos keveset találkozunk. Tehát egy barátság szakadt így, amíg közel értek egy másik? Nem, én még a barátomnak tartom. És ha újra találkozták, akkor biztos ott voltak meg, ahol abba hattuk. Az egyik barát kibeszéli a másikat. Nem őszinte hozzá, a háta mögött. Te most őszinte vagy hozzá? Olyan őszinte, mint senki mással. És minden tűzte, hogy életet vagyunk. Hát, tudjátok, a legtöbb ember kicsit lusta. Ez gondolom azért van, mert manapság mindenütt megvan, amire szüksége lehet egy embernek. Van fedél a fejünk fölött, van mit ennünk, vannak közösségeink, meg rendőrök, orvosok, tanárok, stb. Régen biztos nehezebb volt. Akkor még vízért is ott kellett járni. Nem voltak lámpák, így akkor beszélelek, minden sötét lett. Amikor mozgulni sincs kedvünk, azt szoktuk mondani, hogy jó van az út, de legyintünk egyet és kész. Nekem például ilyen egy vasárnap délután. A Hobbit a zsákos Frodóról szól, viszont
Thank you.